szerepének megnövekedéséhez is hozzájárul. A kiberdiplomácia vagy digitális diplomácia napirendjén a legfontosabb kérdés manapság az az, hogy az internetes kormányzás vagy az internet irányítására eltérő fordításokat lehet találni a szakirodalomban. Az angol terminológia az egyértelműen az internet governance-ről beszél, és a legtöbb helyen ilyen formában lehet vele találkozni. Ugye a fő kérdés ebben az esetben az, hogy ki az, aki irányítja az internetet, kik azok a szereplők, akik részt vesznek az internet irányításában, és hogy őnekik milyen attitűdjük van, milyen gazdasági, politikai, társadalmi és egyéb érdekeik vannak, és ez ugye milyen módon befolyásolja az internet fejlődését, illetve az internet irányítását. Hogyha az internet kormányzásról, az internet irányításáról beszélünk, akkor nagyjából 50 különböző szakpolitikai kérdésről, policy-ről beszélhetünk, amit 5 viszonylag jól elhatárolható csoportba tudunk összegyűjteni. Egyfelől az infrastruktúra, illetve a szabványosításnak a kérdése szokott nagyon gyakran megjelenni. Közvetlenül ezután a jogi kérdések. Ugye az offline világban alkalmazott jogi eszközök azok milyen módon hasznosíthatóak, használhatóak-e, alkalmazhatóak-e a kibertérben, az internetes világban. Gazdasági kérdések kapcsolódnak még ide. Fejlesztés, illetve a társadalmi és kulturális kérdések csoportja az, ami az internet kormányzáson belül jól elkülöníthető. Az internet kormányzással kapcsolatban szinte minden esetben olyan multidisciplináris témákról van szó, amihez nem elég egyetlen egy területnek az ismerete. Gyakorlatilag számos aspektus kombináltan jelenik meg. Ugye a műszaki biztonsági kérdések tekintetében a kiberbiztonságot, ha kiemeljük, akkor ugye a kiberbiztonság egyrésztről műszaki és biztonsági kérdés, de hogyha tovább gondoljuk, akkor rögtön bejönnek a jogi aspektusok is, hiszen nemzetközi egyezmények, szabályzók itt is egyre inkább érvényre jutnak, illetve egyre nagyobb igény mutatkozik ilyeneknek a kialakítására. És nem szabad elfelejteni ugye, hogy a biztonságnak minden esetben van gazdasági vetülete is, hiszen a biztonsági intézkedéseket, legyen szó logikai vagy fizikai megoldásokról, ennek van valamilyen költsége, tehát gazdasági következménye van, illetve ugye a társadalom oldaláról megjelenő igényként lehet felmérni azt, hogy mondjuk egy állam esetében, ugye, hogyha az állampolgárok biztonságának szavatolásáról van szó, akkor nyilván az állam felé az is egy jogos elvárás, hogy ezt a kibertérben is képes legyen megvalósítani. Egy jelentős esemény a kiberkormányzás, a kibertér irányítás, az internet irányítással kapcsolatban 2005, ez az Internet Governance Fórum, ahol két megközelítés ismert meg a világ, a fejlődő, illetve a fejlett országoknak az eltérő érdekei mentén alakult ki ez a két út. Az egyik az arról szól, hogy valamilyen nemzetközi szervezet irányítása, vagy nemzetközi jogi kötelezettségek közé legyen beszorítva az internet jövője, az internet fejlődése, illetve az internet irányítása. Ugye ez a fejlődő országoknak az elképzelése volt, míg a fejlett országok ennek az ellenkezőjét egy ilyen non-governmental elképzelést próbáltak meg megvalósítani, és a jelen pillanatban is ez érvényesül még. Itt gyakorlatilag a fejlett országok ugye szem előtt tartják azt, hogy az internet önmagában is jelentős mértékben a privát szférára, illetve gazdasági piaci
elveken, alapokon működő szervezetekhez kötődik, emiatt az erős kormányzatiság, kormányzati jelleget nem szeretnék, nem támogatják. Az internet hatásai a diplomáciai eszközeire a következő témánk. Tulajdonképpen nem új keletű dolog az internet használata a diplomáciában, nem friss, nem néhány éve kezdődött, de azért túl nagy múltra sem tekinthetünk vissza. Ja, az e-mailezés, illetve különböző keresőmotoroknak az alkalmazása az diplomáciai körökben is viszonylag régóta megtalálható, mondjuk egy ilyen 10-15 éves időtávlatban érdemes gondolkodni, viszont amik az utóbbi évben egyre inkább elterjednek, és emiatt is hallhatunk egyre többet arról, hogy kiberdiplomácia, digitális diplomácia egyáltalán létezik-e, és hogy ennek hol vannak pontosan a határai, azok olyan új technológiákhoz, illetve szolgáltatásokhoz köthető megoldások, mint például ugye a telefonkonferencia megvalósítása, például egy Skype hívás, a közösségi médián keresztül való diplomáciai kommunikációnak a megvalósítása, ugye elsősorban különböző blogbejegyzésekre kell gondolni, illetve valamilyen oknál fogva a diplomácia világában nagyon elterjedt a Twitternek a használata, diplomaták, illetve konzulok, attasék előszeretettel használják a Twitternek a rövid üzenetküldő szolgáltatását, ami egyébként számos jogi kérdést, problémát is felvet, ezekről még majd a későbbiekben fogunk beszélni, illetve egyéb online eszközöket is egyre rendszeresebben használnak diplomáciai körökben. Itt az ábrán ugye a Google Docs szerepel, de ennél azért jóval többről van szó. Különböző tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések előkészítésénél egyre jellemzőbb az, hogy interneten megosztható, vagy az internetes megosztást támogató eszközöket alkalmaznak a diplomáciai körökben is. Ez is számos további jogi kérdést, illetve biztonsági kérdést vett fel, szintén vissza fogunk rá térni majd. Ugye ezek mind-mind új megközelítést igénylő megoldások. Jelen pillanatban az a jellemző, hogy központilag, tehát a külügyminisztériumok, az államok részéről, a kormányok részéről még kevésbé ismert, ezért kevésbé támogatott területről van szó, miközben a képviseletek, a képviselők, diplomaták egyre gyakrabban használják ezeket az eszközöket, úgyhogy van egyfajta változás ebben a tekintetben. Egyre nagyobb az igény arra, hogy valamilyen módon keretek közé szorítsák ezeknek az eszközöknek a használatát. Az ábrán látszik, hogy azért nem, tehát hogy ha ezt ki akarjuk figurázni, hogy milyen módon zajlanak a kiberdiplomáciai tevékenységek, akkor ugye el lehet azzal viccelődni, hogy Irán éppen barátként jelölte be az Egyesült Államokat, és akkor az Egyesült Államok azon gondolkodik, hogy ezen mit csináljon. Ennél azért jóval komolyabb dolgokról van szó akkor, amikor kiberdiplomáciai, digitális diplomáciai érintkezésről beszélünk. Ugye, bár a kiberdiplomáciát jelen pillanatban kifejezetten ezt a területet szabályzó nemzetközi megállapodás még nem jött létre, nincsen. Ennek ellenére vannak olyan nemzetközi jogi jogforrások, amikre tudunk támaszkodni. Ez alapvetően az 1961-es Bécsi szerződés a diplomáciai kapcsolatokról. Számos más van egyébként, de azt gondolom, hogy az idő szűkösségére való tekintettel itt most nem fogjuk tudni mindent feldolgozni. Viszont ez a legfontosabb, ami nekünk most számít. Ugye 187 ország ismeri el ezt a szerződést. Ugye a BCDR rövidítéssel adott esetben az angol nyelvű forrásokban
lehet találkozni. Az, hogy milyen területekről szól tulajdonképpen diplomácia, az ebben a szerződésben került rögzítésre. Diplomáciai kapcsolatok létesítéséről, illetve a diplomáciai missziók státuszáról szól, a diplomáciai funkcióknak a megvalósításáról, kivitelezéséről, illetve ennek módjáról, illetve a különböző diplomatákat, diplomáciai képviseleteket, megillető védelemről, privilégiumokról, illetve az ő felszereléseiknek a védelméről, a kiváltságokról szól az egyezmény. Tendenciaként el lehet mondani azt, hogy nem csak Magyarországon, hanem általában a világban van egyfajta társadalmi nyomás a külügyminisztériumokon, mégpedig abban az irányban, hogy a tevékenységüket azt egyre alacsonyabb költségekkel valósítsák meg, viszont lehetőleg ezt egyre hatékonyabban. Ez egy nem könnyű feladat, hogyha belegondolunk, hiszen egyre kevesebb pénzfegyver, baripó áll a külügyminisztériumok rendelkezésére, és ennek ellenére kellene hatékonyabban működni. Ezért is van az, hogy egyre innovatívabb megoldásokat próbálnak keresni. Hogy mik ezek az innovatív megoldások napjainkban a diplomáciában, az fent látható a dián, ugye 5 elemről van szó tulajdonképpen. Az egyik az a diplomáciai központoknak a létrehozása, és itt ezt rögtön ketté is kellene bontani. Ugye egyfelől a multilaterális diplomáciai képviseleteknek a központként való használata, itt például beszéltünk mondjuk egy-egy államnak, az EU-hoz vagy az ENSZ-hez akkreditált képviseletéről, illetve különböző regionális központoknak a létrehozása még egy tendencia. Gyakorlatilag arra kell gondolni, azt kell érteni alatta, hogy egy-egy régió, mondjuk 3-4 országban a küldő államnak a képviseletét azt egyetlen egy diplomata látja el, a 3-4 ország közül valamelyikben van a nagykövetség vagy konzulátus, és onnan bonyolítják a szomszédos országoknak, vagy a közelben az ott régióban elhelyezkedő országokkal is a kapcsolattartást. Egy másik módszer az innovatív megközelítésekben ugye az utazó nagyköveteknek az alkalmazása. Ez skandináv eredetű az utazó nagyköveteknek az alkalmazása. Gyakorlatilag benne van a nevében, hogy miről van szó, nincs egy adott országban képviselet, hanem egy olyan ember van kijelölve, tehát az utazó nagykövet általában otthon a külügyminisztériumban, a küldő országban látja el a napi szintű feladatait, és amikor arra szükség van, akkor az adott országokba ellátogat, és ott intézkedik. Tiszteletbeli konzuloknak a kinevezése az utóbbi évek során viszonylag nagy számon fellendült, hogy a tiszteletbeli konzulok általában az adott diaszpóra tagjai közül kerülnek ki. Tehát ez egy olyan eljárás, ami korábban kevésbé volt elterjedt, most viszont egyre többször találkozhatunk ezzel a megoldással. Ugye megint csak arról van szó, hogy nem kell külön egy plusz embert alkalmazni, hanem egy már az adott országban, fogadó országban lévő emberre lehet rábízni a feladatoknak a jelentős részét. Illetve van még egy tendencia, ez pedig a kiszervezés, illetve különböző szerződéses megoldások. Gyakorlatilag a baráti országokra kell gondolni, gyakorta, illetve egyre gyakrabban előfordul az, hogy egy ország úgy valósítja meg A ország, B országban a képviseletét, hogy ezt C országon keresztül teszi. C országnak van csak akkreditált nagykövete B országban, és az A ország szerződést köt azzal, hogy az ő érdekeit C ország nagykövete képviselni fogja B országban.
És az öt említett megoldás mellé kapcsolódik be ugye a hatodik elem, ezek a virtuális nagykövetségek, ebben élen jár az Amerikai Egyesült Államok, akinek Iránban van már egy létező virtuális nagykövetsége. Viszont még mielőtt tovább haladnánk ezen a téren, a virtuális nagykövetségek tekintetében kettős megközelítés volt a kezdetekben. Ugye egyfelől egy technológia által átítatott technológia, alapú technológia vezérelt megközelítés. Nem tudom, hogy mennyire ismert ebben a körben a Second Life nevű, hát gyakorlatilag virtuális valóság, ahol mindenfélét lehet csinálni. Ennek a rendszernek a keretein belül van egy diplomáciai sziget, ahol kezdetben néhány ország létrehozott ténylegesen, tehát tulajdonképpen egy virtuális játék van, virtuális nagykövetsége, viszont ez elhalt, ez a zár, és a funkció alapú megközelítés az, ami jelen pillanatban érvényben van, itt gyakorlatilag nem kell mindenféle virtuális valóságra gondolni, egy tök sima web alapú virtuális nagykövetséget kell elképzelni, tehát gyakorlatilag azokat a funkciókat, amit egyébként ma még sok esetben a nagykövetség épületére besétálva, ott ügyintézőkkel konzultálva tudunk csak elintézni, megfelelő módon kialakított weboldalak, ezeknek a funkcióknak a nagy részét képesek ellátni, képesek megvalósítani. Ilyen webalapú virtuális nagykövetséget hozott létre az Egyesült Államok Iránban. Ugye azt gondolom ismert szintén, hogy az iráni amerikai viszonyok azok meglehetősen változóak az utóbbi időben köszönhetően az iráni atomprogram körüli kérdéseknek. Az, hogy a jövőre vonatkozóan a virtuális nagykövetségek tekintetében mire kell számítanunk, valószínűleg vegyes képviseletek fognak kialakulni, ez azért feltételezhető, mivel a vegyes képviselet kombinálja a fizikai kapcsolatnak, a személyes képviseletnek az előnyeit, az alacsony költségekkel, illetve a folyamatos kommunikációval. Ugye a kommunikációt azt meg lehet valósítani viszonylag jól, legalábbis az egyirányú kommunikációt, tehát amikor a nagykövetségnek, a konzulátusnak a diaszpora felé kell valamit kommunikálnia webes megoldásokkal, web alapon, ennek a költségei lényegesen olcsóbbak, mint hogyha komplett apparátust tartanak fent a fogadó országban. Ugyanakkor, ha mégis szükség van fizikai kapcsolatra, vagy személyes képviseletre, akkor az utazó nagykövet meg tud jelenni és képviselni az ország, vagy pedig az állampolgároknak az érdekeit. És akkor térjünk át a diplomáciai és konzuli funkcióknak a digitalizálására, az, hogy az internetnek milyen hatása van a különböző diplomáciai és konzuli funkciókra. Az, hogy a diplomáciai és konzuli funkciókat milyen módon csoportosítjuk, szintén a szakirodalom többféle csoportosítást, besorolást is ismer. Nekünk, ugye már említettem, hogy a 61-es bécsi szerződés az alap, úgyhogy itt is a besorolás ennek függvényében ez mérten tettem fel a diára. Ugye a 61-es szerződésben a diplomáciai feladatkörök öt különböző területet említenek. Egyfelől a küldőállam képviselete a fogadóállamban, a küldőállam és állampolgárainak védelme. A fogadóállamban egy tárgyalás a fogadóállam kormányával, ez az egyik legalapvetőbb diplomáciai, legrégebbi diplomáciai funkció. Tájékozódás a fogadóállamban levő viszonyokról és fejleményekről, plusz jelentéstételi kötelezettség, ami ide kapcsolódik. Ez manapság talán az egyik legkérdésesebb, legproblémásabb területe a diplomáciai kapcsolatoknak, elsősorban a WikiLeaks, illetve a Snowden nevével fémjelzett jelenségekhez kapcsolódóan, erre majd még később ki fogok térni.
illetve ugye az ötödik a baráti kapcsolatok előmozdítása a gazdasági, tudományos, kulturális kapcsolatoknak a fejlesztése, amit a 61-es szerződés definiál. Ja, a képviseletről beszélünk, akkor egyfelől az internet kapcsán, az internetes fejlődés tükrében megmaradhatunk a személyes képviseletnél, ugye, amit véleménynyilvánítás, illetve cselekvés tesz lehetővé a küldő állam képviselőjének, a küldő állam érdekében végzik természetesen ezt a tevékenységet, illetve a fogadó állam különböző hivatalos tevékenységeiben is részt vehet, illetve az abban történő részvételt is jelenti ez a személyes képviselet. Viszont mi van akkor, hogyha ezt a képviseletet a személyes vonalról áthelyezzük a virtuálisra? Ugye itt rögtön különböző statisztikákat, számadatokat találunk. Ma gyakorlatilag több mint 150 államnak a külügyminisztériuma rendelkezik valamilyen weblappal, és a különböző diplomáciai konzuli képviseletek weboldalainak internetes elérhetőségének a száma ez 3000-et is meghaladja. Gyakorlatilag ezek az oldalak ma még túlnyomó részt különböző szakpolitikai szövegeket, sajtómegjelenéseket tartalmaznak, különböző tájékoztatásokat arra vonatkozóan, hogy az adott külügyminisztériumban vagy az adott külképviseleten ki kicsoda, tehát mondjuk egy kifejezetten kulturális ügyekben érdeklődő személy az ki kell, hogy keressen, illetve különböző utazási információk jellemzően azok, amik szerepelnek ezeken a weboldalakon, ezeken a virtuális elérhetőségeken. És javarészt ezeket úgy alakították ki, hogy egyirányú kommunikációt tegyenek lehetővé, tehát a nagykövetség vagy a konzulátus tudjon kommunikálni sok mindenki mással, elsősorban a helyi diaszpórával, de adott esetben célként jelentkezhetett az is, hogy a fogadó állam felé is tudjanak ilyen módon kommunikálni, viszont a mostani trendek, illetve ezeknek a trendeknek az erősödése azt mutatja, hogy az interaktivitás az egyre jelentősebb, egyre fontosabb lesz a külképviseletek életében is. Itt a közösségi média beágyazódását már érintettem az előbb, ugye a különböző blogok, Twitter alkalmazásának, használatának a megjelenése, ami ide kapcsolódik. Alapvető kérdéseket vet fel egyébként az, hogyha a képviseletet azt virtuális módon kívánja valamely ország megvalósítani. Ugye eleve kérdés is USA irán viszonylatban már említettem a virtuális nagykövetséget, milyen jogi státusza van ennek a virtuális nagykövetségnek, illetve hogyha Irán esetleg úgy dönt, hogy a nagykövetség internet elérését blokkolja, akkor ez jelenti-e egyúttal azt is, hogy a diplomáciai kapcsolatoknak ezt a típusát teljes mértékben elutasítja az ország. Illetve még szintén elég komoly problémát tud okozni az online diplomáciai tartalomnak a relevanciája, hogy mennyire tekinthető hivatalos álláspontnak adott esetben egy Twitter üzenet, egy Facebook bejegyzés és más hasonló diplomáciai vonalról, diplomáciai képviselőktől érkező információ adat. A bécsi szerződésnek erre vonatkozóan van egy kikötése, amit ugyan eredetileg nem az internetes érában találtak ki, ugye 61, még egyszer mondanám, a bécsi szerződésnek a dátuma. Ugye a hivatalos ügyek intézése tekintetében ezt a külképviseletnek, az adott országnak, a fogadó országnak a külügyminisztériumával vagy a külügyminisztériumán keresztül kell megvalósítani, viszont a jelenlegi trendek azt mutatják, hogy ezt egyre kevésbé veszik figyelembe, tehát ezt a 41. cikket ezt egyre kevésbé tudják érvényre juttatni a fogadó országok, miközben a küldő országok diplomatái egyre nagyobb előszeretettel használják ugye különböző elektronikus kommunikációs felületeket.
És ebből egyébként különböző problémák is keletkezhetnek. Egyfelől Kínában volt egy ilyen eset, amikor amerikai diplomaták azt hiszem talán a pekingi levegőnek a minőségére vonatkozó adatokat tettek közzé. Az adatok nem voltak túl jók, és ezt a kínai vezetés, a kínai kormány a külügyminisztériumon keresztül jelezte is, ugye az előbb látott 41-es cikkre vonatkozóan, hogy a diplomatáknak kötelessége lett volna a kínai külügyminisztériummal egyeztetve publikálni ezeket az információkat. Nyilván ezt nem tették volna, nem engedélyezték volna ezeknek az adatoknak a publikációját. Tehát az még viszonylag gyakori, hogy mivel nincs nagyon más, amihez az országok viszonyulni tudnának, illetve amihez az ilyen kérdésekben, problémás kérdésekben nyúlni tudnának, azért a 61-es bécsi szerződésnek a rendelkezéseire próbálnak megtámaszkodni. Az online világ különböző veszélyeket retteget, erről sok helyen sokféle forrásból lehet hallani, ez nincs más, hogy a diplomácia esetében sem. Ugye 2011-ben a genfi indiai külképviselettel történt meg az, hogy valakik létrehoztak egy hamis weboldalt, egy hamis nagykövetségi weboldalt, ami ellen igazándiból az indiai nagykövetségnek, illetve az indiai kormánynak nem volt túl sok lehetősége fellépni, hiszen az egyetlen dolog, amit akkor viszonylag gyorsan meg tudtak tenni, az az, hogy az egyik nemzetközi nagynevű napilapban lehoztak egy cikket arról, hogy valakik veszélyeztetik az indiai kormány, India hitelességét egy hamis nagykövetségi oldal létrehozásával. De igazándiból ennél sokkal többet, ha belegondolunk, akkor a mai napig sem igazán tud tenni egy állam az ilyen jellegű cselekmények ellen, hiszen ha jól tudom, akkor ugye korábban esett már szó az internetes nevek, a domain neveknek a rendszeréről, hogyha alapvetően egy .ch kiterjesztésről beszélünk, akkor ez svájci fennhatóság alatt, svájci regisztrátorhoz tartozó felső szintű domain név, amire az indiai kormánynak, vagy az indiai nagykövetségnek viszonylag kevés ráhatása van, nem nagyon vannak meg azok a nemzetközi jogi formulák, amivel gyorsan be lehetne tiltani egy más országhoz tartozó domén alatt működő weboldalt. És hogyha tovább gondoljuk ezt a dolgot, akkor ugye vannak olyan domén nevek, amik nem köthetőek igazándiból államhoz sem, hanem mindenféle különböző regisztrátorokhoz, illetve az azokat felügyelő nemzetközi szervezetekhez kapcsolódnak, ugye ilyen a .com, .net, illetve még számos más nem kifejezetten országhoz kötődő felső szintű domain név. Ezeknek az esetében még problémásabb az, hogy egy-egy az adott domain név alá bejegyzett, illetve az adott felső szintű domain név alatt futó weboldalt valamilyen módon eltávolítsuk, vagy annak az elérését megszüntessük. Hogyha a képviselet után az állampolgárok védelméről, illetve a konzuli szolgálatról beszélünk, akkor szintén azt fogjuk tapasztalni, hogy hasonló problémás kérdések vannak az ügyben. Ugye alapvetően a külügyminisztériumok egyre több szolgáltatást kell, hogy nyújtsanak, erről korábban érintőlegesen már beszéltem, viszont erre egyre korlátozottabbak az erőforrásaik, amivel gazdálkodni tudnak, ami rendelkezésre áll. Ezért is van az, hogy elsősorban a konzuli funkciók tekintetében igaz az, hogy terjednek ezek az innovatív megoldások, ugye itt az e-vízumoknak a bevezetése, amikor tulajdonképpen különösebb fizikai kapcsolat, a személyes jelenlétre nincs is szükség ahhoz, hogy a vízumot tudjunk igényelni, illetve megkapjuk. Tiszteletbeli konzuloknak kinevezését már említettem, illetve a közösségi médiák keresztüli kommunikáció szintén inkább a konzuli
szolgálatot jellemzi, kevésbé a diplomatákat, a nagyköveteket, mint inkább a konzulokat. Az egyébként, hogy a közösségi médián keresztüli kommunikációnak mekkora ereje van, illetve milyen hatékonysággal lehet segítségével kommunikálni, azt 2004-ben, illetve 2010-ben is több esemény bizonyította, hogy a 2010-ben elég csak mondjuk a chilei vagy haiti földrengésre gondolni, vagy akár az arab tavasz eseményeit is lehet itt említeni. Ezek eléggé jól mutatják, jól példázzák azt, hogy mekkora szerepe van manapság. 2004-ben egyébként az ázsiai cunami volt az, ami hasonlóképpen megmutatta azt, hogy milyen ereje van a közösségi médiának manapság a diplomáciai érintkezésben is. Ugye az, hogy a közösségi média forradalmasította a kapcsolattartást a diplomácia világában is, ez tulajdonképpen az anyaországoknak a helyi diaszpórával történő kapcsolattartására vonatkozik leginkább, és ennek ellenére azért ez mégis egy elhanyagolt területként említhető egyébként a digitális diplomáciában, a kiberdiplomáciában. Ugye az, amit fontos kérdésként megjelenik, és az eddig ebben a témakörben összehívott nemzetközi egyeztetések, tárgyalások nem igazán vezettek eredményre, az az, hogy a diplomaták milyen pozíciót is töltenek be az interneten, az internetes világban, hiszen ugye manapság nagyon gyorsan kell adott esetben reagálni egy-egy eseményre, vagy valamilyen folyamatra, és nem biztos, hogy a hagyományos utak, ugye külügyminisztériumokkal, akár a hazai, akár a fogadó ország külügyminisztériumával való konzultáció, illetve a bevett offline megoldások, azok tudnak olyan sikeresek lenni, mint hogyha egy diplomata kvázi önállóan kezd el az interneten kommunikálni. Ezek olyan kérdések, amik a mai napig megválaszolatlanok, illetve problémás az, hogy milyen státusza van egy diplomatának ilyenkor, ilyen tekintetben. Ugye ez az offline világgal elég nehezen egyeztethető össze. Ja. Tárgyalás, mint fő feladatköre a diplomáciának, illetve a konzuli funkcióknak, itt gyakorlatilag a multilaterális tárgyalások az, amiket érdemes kiemelni, főleg ezeknél tulajdonképpen leginkább az internetnek a szerepe, a digitális világ ide tudott betörni leginkább. Itt különböző logisztikai háttértámogatásokat kell elképzelni, ugye a dokumentumoknak és az egyéb tárgyaláshoz szükséges anyagoknak az online elosztása, korábban már említettem, hogy például a Google Docs-nak az elterjedését, használtának az elterjedését, illetve ami még itt fontos, az a nem kormányzati szerveknek a bevonása, illetve az ő részvételük ezeken az egyeztetéseken, megbeszéléseken. Alapvetően a tárgyalásnak a metódusa, tehát az, hogy a felek leülnek egymással egy asztalhoz, ülnek és tárgyalnak, az nem változik meg. Viszont az a közeg, azok a körülmények, amik őket körülveszik, a tárgyalásoknak az előkészítése, illetve a kivitelezésnek a módja az, ahol ezek a változások igazán volt tetten érhetők. És akkor nézzünk is rögtön néhány példát erre. 1992-ben volt az első olyan nemzetközi esemény, ahol gyakorlatilag e-mailes levelező listák az alkalmazása már előfordult, tehát azért itt, amikor az előbb jeleztem, hogy nincs túl nagy történet, de azért egy kicsi már mégis van, akkor erre próbáltam megutalni, hogy 92-ben azért már voltak, viszont utána viszonylag hosszú ideig, nagyjából egy évtizedig nem igazán történt előrelépés, nem volt fejlődés ilyen tekintetben. A Genfben, illetve Tuniszban 2003-2005-ben megtartott World Summit, tehát ez az információs társadalomra vonatkozó világcsúcs volt az, ahol először voltak bent a konferenciateremben, ahol az egyeztetések zajlottak, internetes elérés. Ugye ez gyakorlatilag az ott ülők számára, a képviselők számára
konstans elérést tett lehetővé a külvilággal, folyamatosan tudtak kommunikálni, és az angol terminológiában, illetve különböző országon különböző néven hívják, de talán az egyik legelterjedtebb, ugye ez a corridor diplomacy, folyosói diplomácia, amikor különböző érdekeltségű felek nem a tárgyalóasztal mellett, hanem azon kívül, kint a folyosón egyeztetnek egymással röviden arról, hogy a különböző érdekeiket hogy tudják adott esetben összehangolni. Ugye ez a jellegű tevékenység, ezek ilyen small talkokba, small chatekbe szoktak megvalósulni a vonatkozó szakirodalmak szerint. Ezek egyre inkább áttevődnek a virtuális térbe, a digitális világba, és SMS-ekkel, tweetekkel, illetve e-mail üzenetekkel váltják ki ezeket a személyes kontaktusokat, ezeket a fizikai kapcsolatokat. Tehát az internet használata ezen a téren elég jelentősnek mondható. Viszont arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy a diplomácia központi eszköze az továbbra is az írott szöveg marad. Ez egyébként akár digitális szövegről beszélünk, akár papírformáról, ez továbbra is érvényes. A diplomáciai és konzuli funkciók tekintetében, ugye, hogyha a különböző jelentés tételi kötelezettségekről beszélünk, akkor köszönhetően az internetnek, illetve a kibertérnek ez egyre könnyebb, egyre gyorsabban megvalósítható. A diplomáciai találkozók, ugye említettem, hogy bevonhatóak, egyre inkább be is vonják a különböző nem kormányzati szereplőket az egyeztetésekbe, ezek által egyre átláthatóbbak a diplomáciai tevékenységek, illetve a találkozók, viszont felmerülnek kérdések, például arról, hogy biztosan jó-e az, hogyha minden diplomáciai találkozó ilyen nagy nyilvánosságot élvez, hiszen nem biztos, hogy adott esetben egy országban a társadalmi támogatottság az megvan ahhoz a témakörhöz, amiről az adott találkozón egyeztetnek. Tehát ez elég sok, elég kényes terület, elég sok kérdést felvet szintén. Ugye jogi szempontból, nemzetközi jogi szempontból, illetve a diplomáciai jog szempontjából megint csak fontos kérdés az, hogy valaki remote van jelen, tehát adott esetben egy telefonkonferencia vegyesen valósul meg egy fizikai egyeztetéssel, tárgyalással, és valaki pár ezer kilométerre távolabbról jelentkezik be egy tárgyalásra, mondja el a véleményét, foglal állást, az ugyanolyan erővel bír, jogi szempontból az ugyanolyannak kell tekinteni, mint hogyha ő ténylegesen, személyesen ott lenne a tárgyalóteremben. Ugyanez vonatkozik a különböző online módon beadott módosító javaslatokra, amikor ugye nem vagyok ott a tárgyalóteremben, nem ott írom le a javaslatomat és nem személyesen adom át az illetékesnek, hanem ezt különböző elektronikus úton megvalósítva küldöm el. Ugye itt eleve felmerülnek például a befolyásolás, a módosítás annak a lehetősége, mármint az, hogy amit elküldtem, az mire megérkezik a fogadó félhez, addigra nem teljesen ugyanazt tartalmazza. Illetve szintén jogi szempontból érdekes kérdés az, hogy egy távolról leadott szavazat az ugyanolyan-e, mint hogyha helyben szavaztak volna. Az információgyűjtés, mint tradicionális feladatkörként jelenik meg a diplomáciai és konzuli funkcióknak a sorában. Gyakorlatilag manapság az információk, az adatok elektronikus formában keletkeznek javarészt, és így is tároljuk őket. A mennyiségük az rendkívüli mértékben megnövekedett, míg korábban a problémát az információknak a beszerzése jelentette, ez okozott nehézséget elsősorban. Ma már inkább a rengeteg információnak a kezelése, feldolgozása, illetve ezeknek az információknak a hitelesítése jelenti, hiszen egy nagykövet valamilyen témában jelentési kötelezettséggel fordul a külügyminisztériumához, akkor neki nem szabad általában egy forrásra vonatkozóan szállítani a jelentését. Ezeket az információkat, adatokat, amiket ő megszerez, ezeket mindig meg kell erősíteni más független forrásból is lehetőség szerint.
Ugye a diplomáciai érintkezések során az információknak a gyors és precíz elérése az nagy mértékben nélkülözhetetlen. Tulajdonképpen egy országnak a hatalmi érdekérvényesítő képességére is jelentős hatással van az, hogy az információkhoz milyen sebességgel, milyen precizitással tud hozzáférni. Ugye az információgyűjtés módjáról korábban már említettem néhány szót, ugye a keresőmotoroknak az alkalmazása a diplomáciában egyre elterjedtebb, az online enciklopédiáknak az alkalmazása, hogyha általánosabb, kvázi ilyen kezdeti kép kialakításáról, információknak a megszerzéséről van szó, akkor kiindulópontként nagyon gyakran használják, illetve a blogszféra kifejezetten egy-két specifikus területre fókuszáltan érdekes a diplomácia tekintetében. Elsősorban a klímaváltozáshoz kapcsolódó kérdéseket, migrációhoz kapcsolódó kérdéseket, illetve élelmiszerbiztonság tárgykörében megjelenő blogok kapcsán mondható el az, hogy elég komoly befolyásoló tényezőként jelennek meg. A nyílt információkhoz való hozzáférés ma már olyan nagy mértékben lehetővé vált, olyan mennyiségű adat van áll rendelkezésre, hogy a fejlett adatbányászati technikák, technológiák nélkül gyakorlatilag egy olyan mennyiségű információ halmaz alá állunk szemben, amit nem tudunk értelmezni, amit nem tudunk kezelni. És egyébként a nyílt információkkal kapcsolatban már 91-ből egy kilépett brit ügynöktől van arra vonatkozó statisztikai adatsor, hogy az információk, megszerzett információknak az aránya az milyen módon oszlik meg. 90% az nyílt, illetve többé-kevésbé nyílt forrásból származik, ugye 50%, ami abszolút hozzáférhető teljesen szabadon bárki számára, 10-20% az, amit a diplomaták, konzulok saját bizalmas kapcsolataikon keresztül tudnak beszerezni, illetve 20-25% köthető különböző szivárogtatáshoz, vagy nem kellően diszkréten kezelt információkhoz tud hozzájutni így adott esetben egy diplomata. Gyakorlatilag ez 90%-ot tesz ki az ilyen módon beszerezhető információknak az aránya, és 10% az, ami valamilyen fedett tevékenység, tehát hírszerző tevékenységen keresztül valósul meg. És amiért ide föltettem ezt az ábrát, ez az adott személy kapcsán egy érdekes kérdés, most lesz még róla az elkövetkezendőkben szó. Ugye Snowdenről van szó, hogy amit ő tett, az gyakorlatilag árulás, vagy ez egy hazafias tett igazándiból. És hogy miért is merül fel ez a kérdés, arra mindjárt a válaszok is meglesznek. Ugye, hogyha a diplomáciai jelentésről beszélünk, akkor az internet hatása itt érhető tetten, talán még az előzőekben elmondottaknál is jobban. Ugye hatékony azonnaliságot tesz lehetővé, kevésbé formális most már ez a jelentés tételi kötelezettség, illetve csökkenti a költségeket, illetve nagy mértékben bővül a diplomáciai tudás. Ugye az előbb említett gyors hozzáférés, precíz információkhoz való hozzáférés, ezeknek a birtoklása, ez egy olyan agregált diplomáciai tudás tesz elérhetővé, amire korábban nem volt lehetőség. Az állam védettsége az, aminek kapcsán a Snowden ügy igazándiból érdekes, illetve a különböző államfők, illetve kormányfőknek a diplomáciai és konzuli jog által szavatolt védettsége. Ugye nemzetközi érintkezések során felmerül, hogy egy állam az saját jogán, mint állam jár el, vagy pedig mondjuk egy katonai beszerzés során, hogy valamilyen katonai célú eszközt, terméket vásárol, legyen szó harckocsiról, vagy a katonáknak a bakancsáról, akkor tulajdonképpen egy privát entitásként, egy gazdasági szereplőként jelenik meg, ugye egy vásárló lesz az adott terméket előállító
céggel szemben. És az egy viszonylag régóta meglévő kérdés, hogy mikor, milyen minőségben, hogyan kell tekinteni egy-egy államnak a tevékenységét. Ugye ez az online világban szintén megmarad, felmerül ez a kérdés. Ha egy állam cselekvését az online eszközeinek, az online tulajdonainak a megvédése a célja bármilyen cselekvényével, akkor ugye itt ez az, hogy a saját állami jogon történő eljárás, ez megvan, viszont minden más állami tevékenység az már kiesik ebből a körből. És ugye az állam és kormányfők védelme tekintetében az Egyesült Államok, amikor különböző brazil, mexikói állam és kormányfőket, ugye Angela Merkelt megfigyelte, lehallgatta, akkor tulajdonképpen ő a bécsi szerződésben foglaltakat megszegte egyértelműen, hiszen ez tiltott a bécsi szerződés szerint. És akkor itt jön be az, hogy ugye hogyan tekintünk Snowdenre, hiszen az USA szempontjából ugye az ő gyakorlatát leleplezte, elárulta, viszont nemzetközi szempontból, ha nézzük, akkor Snowden egy olyan eljárást leplezett le, ami nemzetközi jogot sért teljesen egyértelműen. Úgyhogy ez az, ami miatt ez egy érdekes dolog, és valószínűleg még elég sokáig kérdés lesz, hogy tulajdonképpen hogyan is ítélhetjük meg Snowden által elkövetetteket. Ja, hogyha a hardware és digitális eszközöknek a sértetlenségéről beszélünk, megint csak a bécsi szerződés tekintetében, akkor a számítógépek, printerek és az összes infokommunikációs eszközt azt ide lehet érteni, és a szerződés mert a rendelkezései azok érvényesek, tehát védeni kell, illetve ezeknek az eszközöknek sértetlenségére vonatkozó rendelkezések azok ugyanúgy igazak, mint ahogy a fogadó államnak meg kell védenie a küldő államnak követségét, tehát hogyha valahol mondjuk tüntetnek, akkor ott azt a fogadó államban tüntetés van a küldő állam nagykövetségénél, akkor ott ugye a rend fenntartását, a nagykövetség épületének, illetve a bentartózkodóknak a biztonságát, azt a fogadó állam köteles garantálni. Nagyjából ugyanígy működik a digitális eszközök, hardware eszközök tekintetében is. Ami itt ugye kérdésként felmerül, ami a dilemma, az az, hogy a sértetlenségre vonatkozó elvárás a követségen kívüli eszközökre mennyiben terjeszthető ki. Mi van akkor, hogyha a küldő államnak az elektronikus kommunikációját, illetve az adatainak a tárolását, azt nem a nagykövetségen belül, hanem mondjuk egy szerver központban, fogadó állam területén belül, egy szerver központban, vagy valahol egy felhőszolgáltatásban, ahol aztán végképp elég nehéz megítélni, hogy az adott szerverek, az adott eszközök hol helyezkednek el pontosan, kinek a joghatósága alá tartoznak. Szóval, hogy ezek az információk, adatok, amik ilyen módon vannak tárolva, illetve ezek az eszközök, amik ugye nem kifejezetten a nagykövetség területén belül vannak, ezeket milyen módon érinti a sértetlenségre vonatkozó elvárás? Ugye, amit analógiát tudunk ebben az esetben vonni a már korábban bevett gyakorlattal, illetve a való világgal, az a bankszámláknak a védelme. Ebben a tekintetben, ha jól emlékszem, akkor egy kiegészítő rendelkezés a mérvadó, ami kimondja azt, hogy amennyiben diplomáciai tevékenységhez köthető kifejezetten az adott bankszámla, ez esetben a bankszámlát is, ugye a bankszámlát nyilván nem a nagykövetségen vezetik, hanem valamilyen bank látja ezt a feladatot a nagykövetség területén kívül, de ilyen esetben is ugye a bankszámláknak a védelme az biztosított kell, hogy legyen. A dokumentumokról beszélünk, egy kicsivel még szélesebb körül az a védelem, amit a nemzetközi szabályozás szavatol. Kimondja, hogy bárhol és mindenkor a diplomáciai dokumentumok védettséget élveznek, illetve a sértetlenségüket meg kell tartani. A
Ebben a tekintetben egyébként a diplomáciai dokumentumok elkülönülnek kismértékben a konzuli sértetlenségre vonatkozó elvekről. Ugye a konzuli sértetlenség az kevésbé erős, itt míg a diplomáciai vonalon beletartoznak adott esetben a diplomaták által privát üzenetek vagy privát célra készült dokumentumok is ebbe a védett körbe, addig a konzulátus esetében, konzulok esetében csak kifejezetten a konzulátus munkájához használt eszközökre, dokumentumokra vonatkozik ez a kitétel, illetve tűz és katasztrófa, tűz vagy katasztrófa esetén a fogadó államnak az illetékes szerveinek a bejutását azt biztosítani kell a konzulátusra. Ennek van egy ilyen ma már nem túl releváns magyarázata, hogy korábban a konzulátusok azok nem a nagykövetségektől eltérően nem önálló épületekben működtek, hanem különböző irodaházakban, adott esetben más gazdasági vagy egyéb érdekeltségű szervezetek, cégek mellett, és ahhoz, hogy mást ne veszélyeztessen a konzulátuson bekövetkezett havária, emiatt került be igazándiból a szabályozásba ez a kitétel. Kérdés az, hogy a kibertérben történik valamilyen katasztrófa, ami adott esetben a konzulátushoz vagy a nagykövetséghez köthető, és veszélyezteti a fogadó államnak az infrastruktúráját, az internetes infrastruktúráját, a kiberinfrastruktúráját, akkor mi a teendő, mit lehet csinálni? Erre igazándiból csak irányadások, irányítatások vannak, hasonlóan kell eljárni, mint hogyha nem a virtuális térről lenne szó, de ugye ez nincsen szabályozva, tehát itt adott esetben komoly konfliktus is kialakulhat egy ilyen esetben a küldő, illetve a fogadó állam között. Diplomáciai kommunikációs szabadságára vonatkozóan, ugye megint csak Snowden-t érdemes elővenni, ugye itt az alapvető feltételeket fogadó államnak biztosítani, hogy a szabad, zavartalan, felderítéstől mentes kommunikációt kell lehetővé tenni a diplomaták, diplomáciai testület számára, diplomáciai testület tagjai számára. Viszont a külképviseleti missziók, a nagykövetség, a konzulátusok, azok internetre csatlakoznak, és innentől kezdve ugye ők rá vannak utalva a helyi internet szolgáltatóra, és felmerül az a kérdés, hogy a fogadó állam hogyan képes szabatolni a biztonságot innentől kezdve. Ugye Snowden esetében láthattuk, hogy milyen problémák merülnek fel. Gyakorlatilag hiába van fogadó ország számára előírva, illetve még harmadik ország számára is előírva az, hogy a diplomáciai kommunikációt, a diplomáciai dokumentumokat védeni kell, ezek sértetetlenek. Ennek a szavatolása az a mai világban, az interneten meglehetősen nehezen megoldható. Ráadásul ugye van egy ilyen gyakorlat, ami szerint a legtöbb ország működtet olyan programot, ami a többi ország diplomáciai kommunikációs csatornáinak a megfigyelésére vonatkozik, pedig ezt ugye kifejezetten tiltja a bécsi szerződés. Ugye a vezeték nélküli berendezések használata kapcsán megint csak a bécsi szerződés által garantált jogról beszélünk. Korábban ugye ez a távíró, a telefon, illetve a rádió berendezéseknek a működtetésére vonatkozott. Egyébként ez is ellentmondásba ütközött, amit a bécsi szerződés magába foglalt eredetileg. Az ellentmondásban volt az ENSZ szakosított szervével, illetve annak az alapszabályával, úgyhogy a mostani állapot szerint engedélyezni kell minden esetben, hogyha valamilyen vezeték nélküli berendezést üzemeltetnek egy nagykövetségen, a fogadó államnak ehhez hozzájárulását kell adnia. És ugye itt van egy megkötés, hogy ezeket az eszközöket nem lehet csak kommunikációra használni, innentől kezdve megint csak azok a bevett gyakorlatok, amiket az Amerikai Egyesült Államok alkalmazott, illetve azok a programok, amik a
az Egyesült Államokon túlra mutatnak, és ugye a Új-Zéland, Ausztrália, illetve az Egyesült Királyság is használt a különböző országokban kémkedésre, illetve felderítésre, ez megint csak nem szabályos, nemzetközi szabályoknak nem felel meg. Itt prioritási kérdésé válik az, hogy mi a fontosabb, a diplomáciai jog, vagy a nemzetközi telekommunikációs szabályozás. Jelenlegi trendek azt mutatják, hogy próbálják az országok abba az irányba tolni, hogy a nemzetközi telekommunikációs szabványok, szabályozások azok elsőbséget élvezzenek. Ez egy jelenleg is akut kérdés. És akkor az adatbázisok és elektronikus dokumentumok védelmével kapcsolatban ugye itt is megvan az az erős védettség, ami a normál papír alapú dokumentumok tekintetében is, tehát hogy bárhol, bármikor a védettségük, sértetetlenségük az fennáll. Ugye megfelelő védettséget biztosítsunk, ahhoz viszont tudni kellene, hogy valóban diplomáciai dokumentumról van szó. Ilyen esetben például, hogyha az Egyesült Államoknak ugye nemzetközi kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy más ország diplomáciai dokumentumait megvédje, az elektronikus dokumentumokat is, és egy nagykövetség, vagy egy diplomata mondjuk Gmail fiókot használ, és az ott történő levelezését is meg kellene ugye védeni az Egyesült Államoknak, akkor ezt milyen módon tudja megtenni, honnan fogja ő azt tudni, hogy itt valóban egy diplomáciai testület tagjának a levelezéséről van szó, illetve diplomáciai tevékenységhez köthető dokumentumokról van szó. Jelenleg nincsen arra bevett megoldás, sem technikai, sem más értelemben, hogy felhasznál, illetve az azonosításuk megvalósítható legyen. Nincs arra lehetősége, még az olyan nagy cégeknek sem, mint a Google vagy a Facebook, hogy különbséget tegyenek a diplomáciai felhasználás és a normál felhasználás között. És akkor a legvégén csak egy pár szóban tényleg röviden a kiberdiplomácia aktuális kihívásairól, illetve közeljövőbeni kihívásairól. Ugye említettem már a diplomaták szerepét, hogy ők az interneten egyre nagyobb súllyal tudnak részt venni a diplomáciai érintkezések során, de ehhez nem, vagy ezt a tendenciát ezt nem követi megfelelően a nemzetközi jogi szabályozás, tehát ilyen tekintetben itt biztos, hogy előrelépésre, továbblépésre lesz szükség. Aztán ugye a bizalom erősítő intézkedések, annak a elmélete, elgondolása, ugye ez alapvetően innen Európából indul ki. Ugye a korábbi kéttúlusú világban a lefegyverzési egyezményekhez, törekvésekhez hasonló elképzelést takar, hogy tulajdonképpen ez az elmélet, ez az elgondolás azt akarja, hogy a kibertérben, a kiberfegyverekkel, illetve az ilyen módon okozható sérülések, károsodások, azok nagyjából tömegpusztító fegyvereknek a képességeivel érnek fel, és ezért van arra szükség, hogy azokhoz, ahogy van a tömegpusztító fegyverek kapcsán tudták kezelni a felmerülő kérdéseket, hogy a kibertérre vonatkozóan is hasonló eljárásokat vezessenek be. Ugye a privát és a kormányzati szféra cselekvésének az összehangolása az jelen pillanatban nem csak Magyarországon, hanem nálunk sokkal előrébb járó országokban is még komoly problémát okoz. Ugye az állam általában mindenhol egy kicsit le van maradva, mint felkészültségben, mint szakemberek tekintetében, és minden más téren is. Ugyanakkor egy csomó eszköz az csak államnak áll a rendelkezésre, például a diplomáciai kapcsolat, a diplomáciai érintkezés, az alapvetően az államok privilégiuma. Viszont, hogyha például az egyik legalapvetőbbet veszünk figyelembe a kritikus infrastruktúrák esetében, ott viszont privát üzemeltetőkkel kell számolni. Hát ilyen tekintetben, hogyha előrelépést akarunk elérni, akkor a privát és a kormányzati szférának az együttműködése, illetve az ő cselekvéseinek az összehangolása az elengedhetetlen. Műszaki és szakpolitikai különbségek feloldása, ugye itt ez viszonylag egyszerű, a programtervező matematikus az nagyjából kínaiul beszél egy diplomatának,
és körülbelül fordítva is hasonló a helyzet, ahhoz, hogy ezek az emberek megértsék egymást, ahhoz egyrészt még elég sok időnek el kell telnie, másrészt ez nagyon fontos lenne annak érdekében, hogy kölcsönös megértés alakuljon ki, és valóban közösen tudjanak fellépni az érdekek, a saját érdekeik mentén, illetve ami még fontos az internet kapcsán, a komplexitás és az aszimmetria megjelenése, ennek a kezelése, ugye nap mint nap egyre komplexebb megoldásokkal, rendszerekkel találkozunk, miközben egyre inkább aszimmetrikussá válik, és itt elsősorban a biztonsági vonalat érdemes szem előtt tartani, hogy viszonylag kis erőfeszítéssel, kis ráfordítással rendkívül nagy károk okozhatók, jelenleg még inkább gazdasági károkban nyilvánulnak meg ezek, de az elméleti lehetősége megvan annak, illetve a gyakorlati lehetősége is, szerencsére még ezt nem használtak is senki komolyabban, hogy ugye fizikai károkat okozzanak, viszonylag kis ráfordítással, ez az asszimet, viszont a védekezés ugyanakkor meg rendkívül költséges tud lenni, ez az az aszimetria, ami folyamatosan nő, és erre kellene valamilyen megoldást találni a jövőben. Ennyi lett volna, köszönöm szépen!